Felfüggesztették a keresést kedden éjszaka a baltimori vízimentők azután, hogy egy teherhajó miatt összedőlt a 2,5 kilométer hosszú Francis Scott Key Bridge kedre virradóra. A hídon éppen aszfaltoztak, a munkások közül kettőt megtaláltak, de hatnak nyoma veszett, és a búvárok szerint kizárt, hogy még életben lennének. A parti őrség illetékes parancsnoka azt mondta kedden késő este, hogy mindent megtettek azért, hogy kimentsék a hat embert, de már olyan hosszú ideje keresik őket, és annyira hideg a víz, hogy nem hiszi, hogy bárkit is élve tudnának partra vinni az eltűntek közül. Az éppen kifutó teherhajón áramkimaradás volt, és ezt jelezte is a parti őrségnek, de már késő volt bármit tenni, neki ütközött a híd egyik pillérének kedden hajnalban. Ezzel jó időre járhatatlanná vált a teherfuvarozás, egy rendkívül fontos útvonal az Egyesült Államokban. Egy baltimori férfi szerint az a legfontosabb, hogy nyitva tartsák ezt a hajózási útvonalat, máskülönben Baltimore, a teherhajózás vagy a nehézgépgyártás fog fizetni ezért a balesetért. A Mercedes-Benz a város, sőt az egész állam motorja, a baltimori kikötő pedig az, ami a legtöbb pénzt hozza Marylandben, és most lezárják, magyarázta. A közlekedési miniszter türelmet kért, egyelőre nem tudja megmondani, mennyi időbe telik megtisztítaniuk a folyó és az öböl közti csatornát. A kikötőt a hajók előtt lezárják erre az időre, de a száraz föld felől nyitva marad, a kamionokat beengedik, a rakodás addig is folyhat. Joe Biden amerikai elnök Baltimore-ba készül, és közölte, hogy a kongresszushoz fordul azzal az indítvánnyal, hogy a híd újjáépítését egy az egyben a szövetségi költségvetés állja.